A válogatott teendők miatt ugyan még nem teljes létszámban, de új játékosokkal is a soraikban vettek részt a Continental Arénában rendezett sajtótájékoztatón a Fátum Nyíregyháza tagjai. A csapat a hét elején kezdte meg a felkészülést az új idényre. A Fátum az Extraliga előző évi kiírásában a rájátszás során maradt alul a bronzéremért vívott csatában, a Magyar Kupában azonban sikerült megszerezni a harmadik helyet. Az új szezonban is az érmek megszerzéséért száll harcba a csapat a tavaly idény közben kinevezett Tomás Varga irányításával. Alapvetően a legnagyobb különbség az, hogy most az edzői stáb maga választhatta ki a keretét, hiszen tavaly ugye évközben változtattunk edzői pozícióban, ő már egy kapott kerettel dolgozott, most pedig egy komoly lehetőséget és felelősséget is kapott egyben az edzői stáb, ami ebből az esetben persze nagyon jó, hiszen ők választották ki az új játékosokat, mind légiós, mind magyar fronton. Nagyságrendileg hasonló költségvetéssel vágunk neki a szezonnak, tehát azt gondolom, hogy hasonló célokért fogunk küzdeni. Legfőképpen a mindkét kupasorozatban, mindkét sorozatban a bajnoki éremért való küzdelem a cél, esetlegesen a nemzetközi szintéren sikerül tovább lépnünk az első körben, annak nagyon tudnék örülni, bár még egy picit korán vagyunk, de a legfontosabb a Nyíregyházi Sportcentrum saját nevelésű röplabdázóinak emellett a beépítése, hiszen 3-4 tagja már itt van a Fátum keretében a lányoknak. Tomás Varga vezetőedző úgy látja, tavaly a nagy téttel bíró mérkőzéseken hiányzott a megfelelő tapasztalat csapatából, ezt szem előtt tartva alakították ki a keretet az új idényre. Célokat, amit a csapat kitűzött a szezon elején, azt elértük, de láttuk, hogy a csapatban nem hogy több maradt, de többet is ki lehetett volna hozni, hogyha kicsit tapasztaltabban van összerakva, már úgy értve, hogy nem voltak olyan tapasztalt játékosok, akik azt a playoff a szituációkat több szezonon is átélték, és ott a csapat egy kicsit megszökkent. Azt a feladatot, az utolsó feladatot, valójában a bronzérmet, amit nem tudtunk véghez vinni. És ez volt az a pillanat, amikor mondtuk, hogy a következő szezonra a csapatot kicsit tapasztaltabban kell összerakni, hogy ezekben a szituációkban, a legfontosabb szituációkban, hogy ne maradjunk alul. A tehát némileg átalakított csapatot szeptemberben a hazai rendezésű Fátum kupán láthatja a közönség a felkészülés során. A tétmérkőzések októberben kezdődnek, elsőként a Challenge Cup-ban a spanyol Voli Andalucía lesz a nyíregyháziak ellenfele, a magyar első osztály alapszakasza pedig október 18-án indul.